nagyon fontos állomás az, hogy egyáltalán hogyan tervezed a napodat. Nagyon lényeges, hogy azokkal a feladatokkal kezdjük a napunkat, amik a munkánk előbbvitele szempontjából fontosabbak. Tehát, hogyha alkalmazott vagy, akkor nyilván azok a határidős feladatok, amit a munkáltatótól megkaptál, ezek prioritást élvezne. Aki pedig ugye vállalkozóként dolgozik otthon, home office-ban, fontos, hogy azt tartsa szem előtt, hogy melyek azok a tevékenységek, amik igazából a bevételszerzéshez vezetnek. Mert fontos dolog persze a kapcsolatépítés, meg az adminisztrációs teendők végzése is, de miből lesz ügyfél, miből lesz bevétel, miből lesz profit, ezekkel próbáljuk megkezdeni a munkanapunkat, mert ezek viszik előbbre a vállalkozásunkat. A következő pont a checklistánkon az lesz, hogy a megfelelő kommunikációs csatornát ki tudod-e választani ahhoz, hogy kommunikálj a partnereiddel, a munkáltatóddal, bárkivel, akivel a munkavégzés során kapcsolatba kerülsz. Mit értek ez alatt? Vannak emberek, akik ugye alapvetően grafomhának típusok, tehát írásban jobban kommunikálnak, vannak, akiknek a beszéd alapú kommunikáció megy jobban, ez például egy szempont. A másik pedig a fogadó fél, ugye akivel kommunikálnunk kell, hogy ő milyen típus. Például nagyban rontja a hatékonyságunkat, hogyha telefonon intézünk olyan ügyeket, és olyan felet kell telefonon felhívnunk, akiről tudjuk jól, hogy a 5 perces lényegre törő beszélgetésen túl hajlamos, mondjuk sokkal tovább húzni az időt mindenféle csevegéssel, és ezáltal mi időt vesztünk abba, hogy hatékonyak tudjunk lenni. Hogyha ilyen emberekkel kell kommunikálnunk, akkor nyilván célszerűbb az, hogyha megpróbálunk levelezni vele. De hogyha hasonlóképpen mondjuk egy rövid úton lerendezhető telefonon egy feladatkiadás, vagy feladatról beszámolás, akkor megteheted azt is, hogy telefonon közlöd ezt az illetővel, ahelyett, hogy hosszasan leveleznétek, és várnátok ugye, hogy ki mikor nyitja majd meg azt a levelet. Sokaknak beválik például az is, hogy nem levelet írnak, hanem egy gyors hangfájlt felvesznek, hangüzenetet rögzítenek, és azt továbbítják. Tehát függ ez az egész tőled, függ a fogadó féltől, illetve természetesen a feladat típusától, hogy milyen jellegű közlési formát fog ez igényelni. Ezekre is érdemes figyelni. A checklistára hozzátettem még azt is, hogy érdemes arra is figyelni, hogy tiszteletben tartsuk a határokat a munkaidőnk és a magánéletünk között.